Mintegy 55 millió forint értékű élőhalra pályáztattak a horgászegyesületek az Országos Szövetségnél. Tolnán így 2800 kiló háromnyaras ponthoz jutottak. Ezzel a pályázati mennyiséggel együtt 15 000 kg fölött kapott a tolnai északi felső holtág háromnyaras pontot az idei évben. Ezen kívül telepítettünk előnevelt csukát is, ahogy legyen rálátása tulajdonképpen a horgászoknak az arányszámokra. Egy átlagos évben olyan 90-100 mázsa kerül, tehát olyan 9000 és 10000 kg környékén kerül be háromnyaras ponty a tolnai északi felső holtágba. A telepítésnek köszönhetően az idei évben ezt a számot 50%-kal sikerült túlszárnyalni. A 2020 márciusában elrendelt rendkívüli jogrend kedvezően érintette az egyesületek bevételét, így kerülhet egy sor tolnán is a halvásárlásra és a telepítésre. Az idei évben a nem várt a vírushelyzet ellenére, vagy éppen azért még egyelőre mi is vizsgáljuk a helyzetet, plusz bevételeink kamatoztatásaként került bele több hal, tehát az idei évben nem 90-100 mázsát, hanem 150 mázsát tudtunk beletelepíteni, sőt 150 mázsa fölött a telepített mennyiséggel együtt. A mostani telepítéssel együtt idén már több mint 15 000 kg ponty került a tolnai Dunaholtágba.